szépen csillogó bronz. 80 méter 82-vel harmadik lett Halász Bence az atlétikai VB-n. Államalapítás. Ünnepeltek a Szent István szobornál és a Szent Királyi városrészen is. Születésnap. 50 évet ünnepelt a Vasiskanzen, megnyílt a felújított malom és az új kiállítás. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. A Szent Istváni értékek a legnehezebb időszakokon is átsegítettek minket. Mindazok, akik az Istváni utat járják, a lényeget tekintve azonosak, sorsközösségben élnek, mondta beszédében Nemény András polgármester az államalapítás ünnepén augusztus 20-án a Szent István szobornál. A Kálvária alatt Szent István szobránál gyűltek össze az ünneplők augusztus 20-án. A himnusz hangjaira a 11-es huszár hagyományőrzők felvonták a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor következett. Kenyér vagyok. Mindennapi kenyér. Részlet hangzott el a 40 éve bemutatott István a király rockoperából is. Legnagyobb történelmi eseményünket, az államalapítást ünnepeljük augusztus 20-án. István Európát, a nyitást, a kereszténységet és a jövőt választotta. Ezer év után is köszönettel tartozunk ezért, mondta ünnepi beszédében Nemény András. Sikerült neki mindaz, amiért küzdött, közös nyelvünk, kultúránk van. Ő egyszerre volt cölöp és iránytű. Mélybe levert erkölcsi igazodási pont és örök érvényű útmutató tanítás a mindig változó világ kihívásaihoz. A világ most is változásban van. Talán gyorsabban, mint valaha. Stabil erkölcsi alapok és biztos iránytű nélkül könnyen elvesznénk. De nem csak értenünk kell Szent István üzenetét. Tennünk is kell a megvalósulásáért a mindennapokban. Mindenkinek a saját területén. Kormánynak, városvezetésnek, s mindkettő ellenzékének egyaránt. A város és a kormányhivatal vezetői, pártok, társadalmi szervezetek képviselői koszorút helyeztek el a szobornál, majd Nemény András polgármester és Fazakas Márton csornai premontrai apát közösen megszegte az új kenyeret. Szent Királyon is megemlékeztek az államalapításról. A vasárnapi misét követően a templomkertben tartottak ünnepséget, a Szent Király napok pedig koncertekkel, vásári hangulattal várta a látogatókat 3 napon át a felújított Szedres kertben. Közösen imádkoztak a Szent Királyiak a városrész templomában vasárnap az ünnepi szentmisén. Az új kenyér is áldásban részesült, mindenki kapott belőle egy falatot. Megemlékezést tartottak a templomkertben álló István szobornál, fellépett a Gyöngyös Hermán Szent Királyi Nótakör és a körzet képviselője mondott ünnepi beszédet. Tóth Kálmán úgy fogalmazott, Szent István álló csillag, amely támaszunk a nehéz időkben is. Amikor a kereszténységet államvallássá tette, nem tett más, mint hogy belesimította Magyarországot az európai fősodorba, és a többiekkel egyenrangú állammá váltunk a kontinensen. Az itt élők sajátjuknak tekintik augusztus 20-át, hiszen lakóhelyük, bár 1950 óta Szombathely része, nevében hordozza államalapító Szent István király emlékét. Ilyenkor hazatérnek az elszármazottak és találkoznak a rég nem látott ismerősök, családtagok. Az ünnepségen koszorút helyeztek el Szent István mellszobránál, amit 2018-ban avattak fel, részben a helyiek adományaiból. A Szent Király napokat Csinger Péter néhai önkormányzati képviselő nyomán élesztették újjá. A program azóta 3 naposra bővült, itt a helyi közösségé és a szórakozásé a főszerep, idén is megtelt a Szedres kert. Idén 5. alkalom a rendezvény zsinórban itt a Szedres kertben a Szent Király napokat. Hát meg kicsit megújult környezetben, hiszen egy uniós forrás segítségével fel tudtuk újítani a Szedres kertet, új színpad hátteret kapott, illetve új színpadot önmagában a terület. Egy út beruházás történt, akadálymentes
mentes parkoló és egy fitnesspark is kialakításra került. A városi nagy rendezvények mellett a városrészi programok is legalább olyan fontosak, hiszen közösséget formálnak. Ezek kisebbek, sokkal inkább családiasabbak, és így egybe tud lenni az a közösség, aki egyébként is együtt él, meg tudja egymás osztani az örömét és a bánatát, tudja együtt jól érezni magát. Szerintem erre időt kell szakítani, erről szól a Szent Király napok. Péntektől vasárnapig vásári hangulat, wurstli, vendéglátás és jó hangulat várta a vendégeket. Itt lakunk, és a buli az fergeteges volt minden éven, és remélem az idei is most nagyon jó lesz. Ma nem először vagyunk itt ezen a rendezvényen, és addig jól éreztük magunkat, most is megpróbáljuk jól érezni magunkat, mint mindig. Nagyon jó itt a hangulat, már lőttünk is, sokszor járunk ide, minden éven eljövünk, meghallgassuk majd a Matyi és a Hegedűs, akkor láttuk a Batyiékat, nagyon jó, hangulatos. Helyi együttesek vették birtokba a szabadtéri színpadot, mindenféle műfajban zenéltek, Matyi és a Hegedűs mulatóst játszott. Megi retrós lágerekkel varázsolt remek hangulatot, a Köszizíben rock koncertjére pedig teljesen megtelt a színpad előtti plac. Vasárnap tűzijáték zárta a Szent Király napokat. Állami kitüntetésben részesült több szombathelyi kötődésű személyiség a nemzeti ünnep alkalmából. Kezdődnek a karneváli útlezárások, ideiglenes útzár lesz a Bem József utcában is gázrekonstrukciós munkák miatt. Rövid hírekkel folytatjuk. Állami kitüntetéseket adtak át Budapesten az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Vasiak is elismerésben részesültek. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Lenkai Nóra, az ELTE rektori biztosa és Benkő Sándor fotóriporter. Magyar Érdemrend tiszti keresztjét kapta Pusztai János nyelvészműfordító, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa. Tánci Tibornak, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesének a Magyar Érdemrend lovak keresztje katonai tagozatát adományozták. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója, Besenyei György díjban részesült. Ma este elkezdődnek az út- és parkoló lezárások a Szavária karnevál helyszínei körül. 23 óra 30 perctől lezárják a Rákóczi-Ferenc utca Battyány tér és a Tököli utca közötti szakaszát, valamint a Kossuth-Lajos utcát és a Ferros utcakbolt melletti átjárót. A Kossuth és a Hefele utcai kereszteződésnél a Tököli Imre és a Szent Márton utcai torkolatnál sem lehet áthajtani. A Tököli utca és a Mátyás Király utca körforgalmát lezárják, de ez lesz az egyik beengedő pont. Nem lehet behajtani az Aréna utca és az Zrínyi Ilona utca csomópontjára. Kedden 21 órától a Vakbottyán hídnál beengedő pont lesz, a Zrínyi Ilona utca, a Hunyadi János utca végén és a Battyány térnél fix zárásra kerül, ahogy csütörtökön reggel 8 órától a Kőszegi utca Mártírok tere, 14 órától pedig a Király utca is. A karnevál ideje alatt a buszok is más útvonalon közlekednek, erről további információt a Blagusz oldalán találhatnak. Gázrekonstrukciós munkálatokat végeznek a Bem József utcában. Cserélik a gerincvezetékeket és az útburkolat alsó rétegét is megbontják, ezután pedig földmunkák szükségesek, így lezárásokra kell számítani kedden reggel 7:30 és délután 3:30 között. A Szabó Miklós és a Bem József utcák találkozása a Szabó Miklós utca végén Zsák utcaként fog működni, ugyanígy a Bem József utca 7-es és 11-es számú házaknál is. A mocorgó óvoda és a Derkovics iskola mögötti parkolókat lehet használni. Ötven éve 1973. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a Vasi Skanzen. Vasárnap ünnepelték meg a kerek jubileumot, felavatták a felújított szímamalmot és bemutatták az alapító Bárdosi János néprajzkutató emlékére berendezett új állandó kiállítást. A szímamalom egykor Szent Királyon állt, az egyik utolsó volt a Gyöngyös patakon. 1969-ben bontották el, egy év múlva újra felépítették a skanzenban, hogy megőrizzék az utókornak. A Magyar Géniusz programban elnyert 80 millió forint pályázati támogatásból teljes körűen megújult az épület.
itt infrastruktúrára is lehetett investálni, úgyhogy éppen ezért gondoltuk, hogy akkor azt nem egy múzeum másik épületében, hanem itt a skanzenben egy házat fogunk felújítani, és ez a ház akkor a szimomalom lett, ami így kompletten megnyílhat a közönség előtt, mert ő eddig raktárként működött, és nagyon fontos az, hogy megkapja azt a méltó helyét a skanzenben, hogy visszakapja azt a méltó helyét, hogy igenis a látogatók ide is jöjjenek be. A felújítással sikerült értéket megőrizni és teremteni is, hangsúlyozta a múzeumigazgató. A skanzen vendégváró, látogatóbarát, élményt nyújtó hely, ahol a régi falusi életet lehet megismerni, programjai pedig közösséget formálnak. Mindez gyakorlatilag egy új múzeummal gazdagodott. Csapláros Andrea emléklapot adott át a múzeumfalu volt dolgozóinak, és az alapító Bárdosi János lányának, Bárdosi Ibolyának, aki értékes dokumentumokkal járult hozzá a kiállításhoz. Kondora Bálint rámutatott, a skanzen a vasi múzeumok között a leglátogatottabb. Sok élmény és értékes idő kötődik hozzá minden korosztály számára. A Vasvármegyei Közgyűlés alelnöke elismerő oklevelet adott át a jubileum alkalmából. Horváth Soma alpolgármester arról beszélt, ez a malom időutazásra hív. Általa betekinthetünk a múltba, de egyben a jövőnek is szól, rámutat értékekre, lehetőségekre. A Néprajzi Múzeum főigazgatója méltatta Bárdosi János életútját és szakmai pályáját, aki nélkül nem jöhetett volna létre a vasi skanzen, az ország második szabadtéri néprajzi gyűjteménye 20 épülettel. Ezek kiválasztásában, előkészítésében, szakmai, tudományos felmérésében, bontásában, a kiállítások berendezéseinek összegyűjtésében, megtervezésében meghatározó alapvető szerepet játszott Bárdosi. De ezek mellett még nagyon-nagyon sok feladata volt, mert ő végezte egy személyben a jogi, az adminisztrációs kérdések megoldását, a gazdasági kihívásokkal is ő foglalkozott. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus, emberpróbáló teljesítmény volt. A malom belső tereiben kiállítást, múzeumpedagógiai foglalkoztatót és látványraktárt is berendeztek. Az itt elhelyezett tárgyak Bárdosi János népi halászathoz, gyógyászathoz, életmódhoz kapcsolódó kutatásait mutatják be, de az ördögkövek legendájáról és a népi építészetről is többet tudhat meg a látogató. A kiállítás megnyitót követően csongrádi táncokat mutattak be az ELTE szökős néptánc együttes tagjai, és meg lehetett kóstolni a Valkonyai Porta kemencéjében sült kovászos kenyeret. Megáldották a toronyi kenyér ünnepen a falu mindennapi betevőjét, amely a vasi értéktárban is helyet érdemelt. A toronyi kenyér messzeföldön híres minőségéről, házias ízéről. Az új kenyér ünnepét falunapi program és jótékonykodás kísérte szombaton. Íme a híres toronyi kenyér. Só, víz, liszt és kovász. A Vasmegyei Értéktárban is helyet kapott toronyi kenyér, a kemencében sült házi kenyér ízét idézi, kívül ropogós, belül puha. 2015-ben keresztelték át a falunapot toronyi kenyér ünneppé, amit augusztus 20-a alkalmából rendeznek meg. Az új kenyeret Demeter István diakónus áldotta meg, majd mindenki kapott egy-egy falatot. Messzeföldön, úgy tudom, Európa szerte is híres, hiszen a kamionosok viszik magukkal és adják a társaiknak, a kindolgozók is úgy mennek vissza a kinti munkahelyeikre, hogy toronyi kenyér nem maradhat ki a táskából. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nem csak itt szerte az országban, de méltó helyen szenteljük a kenyerünket, az új kenyerünket. Átadták a község kitüntetéseit is. Kovács György köszöntötte az Aranypatak asszonykórus vezetőjét, Borsos Péternét, Vidos Lászlót, a toronyi roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, és Csiszár József volt alpolgármestert, az egyházközség tagját. Emlékplakettet vett át Jó Béláné is, aki 46 éven át dolgozott asszisztensként a helyi orvosi rendelőben. A díszpolgári címet Rácz István kapta. Tényleg nagyon elérzékenyültem, meg is hatottam, mert ilyenre nem számítottam, megmondom őszintén, attól függetlenül, hogy sokat teszek a faluért magam módján, amit lehet, akár gépi munkákat, akár milyen társadalmi munkákban, régebbi időktől kezdve. Nagy szerepvállalásom volt a faluban, 20 évig voltam képviselőtestületi tag. Tűzoltó voltam, önkéntes tűzoltó, egyházközségi tag voltam. A
harangjáték is a toronyi születésű vállalkozónak köszönhető, de az Aranypatak asszonykórust is rendszeresen támogatja. Nekik és az agyi aneurizmával küzdő Geosics Gréta gyógyulása érdekében ajánlotta fel a díszpolgári címmel járó honoráriumát. Gréta 10 éves, Pornóapátiban él. Kezelése annyira drága, hogy a család adományokból tudja csak kifizetni. Tombola helyett is jótékonysági dobozba gyűjtöttek a kenyér ünnepen. Hősünk a Gréta, mi továbbra is gyűjtünk a Grétáért, és részt vesz az egész civil társadalom toronyból. A Grétának 60 millió forintra volna szüksége, hát amennyit tudunk összeszedünk, meg mi is hozzájárulunk, megy az asszonykórus, adjuk a színpadot, adjuk a sörpadokat, mindenki adományoz. Vállalkozások, egyesületek támogatták a toronyi kenyérünnep létrejöttét, amely este koncertekkel folytatódott. Az adománydobozt a szeptemberi jótékonysági bálon bontják majd fel, akkor derül ki, mennyi pénz gyűlt össze a Gréta, a Mi Hősünk alapítvány javára. Bronzérmet szerzett Halász Bence a budapesti atlétikai világbajnokságon. Fordulatokban gazdag versenyt hozott vasárnap a férfi kalapácsvetés döntője. A dobóesze versenyzője közel állt az egyéni csúcsának megjavításához is. Végül 80 méter 82 cm-es eredménnyel léphetett dobogóra. A szombati nyitónapon Halász Bencének egyetlen dobás elég volt ahhoz, hogy biztosítsa helyét a másnapi döntőben, míg Rába Dániel és Varga Donát búcsúzni kényszerült. A férfi kalapácsvetés fináléjában aztán a 26 éves szombathelyi nehézatléta sikerrel teljesítette az önmaga elé kitűzött célt, túldobta a 80 métert. Már az első sorozatban 80 méter 82 centire szállt a szer, végül ez hozta meg a bronzérmet a dobóese klasszisának. A harmadik körben Bence a 81 métert is túlszárnyalta, de ezt utólag érvénytelenítették a bírák. Bár egyéni legjobbját nem sikerült megdöntenie, a kalapácsvető elégedett a szereplésével. Nagyon elégedett vagyok az elért eredménnyel, helyezéssel is. Tényleg benne volt a levegőben, hogy végezhetnék akár előrébb is. De hát én egy hónappal ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ilyen versenyzést fogok produkálni. Az utóbbi tényleg másfél hónap volt az, amikor elindultak fölfelé az eredmények. Onnantól kezdtem egy kicsit bizakodni a jobb eredmény elérésében. Szinte mondhatni azt, hogy minden héten fejlődtem fél métert, és ez vezetett ideig ehhez az eredményhez. Szóval rendkívül elégedő, és nagyon hálás vagyok a közönségnek. A férfi kalapácsvetés döntőjét végül meglepetésre a kanadai Katzberg nyerte meg, a lengyel Novicki lett a második. Szerdán a kalapácsvető hölgyek között Gyurács Réka képviseli majd a dobóese színeit. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!